Európa haldoklik. Az ENSZ előrejelzése szerint a század végére 11,2 milliárd ember él majd a Földön, és az egyetlen kontinens, amelynek fogyatkozik a lakossága, ez Európa, ez a mi kontinensünk. Meg kell tehát védenünk Európát, tennünk kell valamit a saját hazánkért. Európát jelenleg teljesen eltérő kultúrából érkező népekkel akarják elárasztani. Ezt nekünk, európaiaknak nem szabad hagynunk. Szabad véleménynyilvánítási jogunkkal élve, igenis fel kell emelnünk szavunkat, hiszen Magyarország a magyaroké, Európa az európaiaké. Dicső hősök nemzete vagyunk, egy szabadság szerető nép. Az ő példájuk minket is kötelez. Nem akarjuk, hogy mások mondják meg nekünk, hogyan éljünk. Nem akarunk idegeneket. Ez ilyen egyszerű. Hello everybody, I'm Adrien Jasson. I stand today to this wonderful place for to speak you about the demonstration will be the next month to Brussels. Illegal immigration is everyone's question. Európa háborúban áll. Védjük meg együtt. A globalista háttérerők és a hazájukat szeretőket gyűlölők, másnéven patriofóbok és fedőszervezeteik azon dolgoznak Európában, hogy felszámolják az őshonos európai nemzeteket. A bevándorlás és a multikulturalizmus effektberük. Nem gondolhatok másképp a hazámra és itt a Kárpát-medencei magyarságra, mint hogy megállt kell parancsolnunk a nemzetközi férfoglalóknak. Egyetlen esélyünk van arra, hogy megőrizzük a hazánkat. Ha férfiak újra képesek lesznek kardot rántani, az asszonyok pedig szülni. Magyar hazafiak, európai hazafiak, úgy Magyarországon, mint Európában. Nem a föderációt, nem az Európai Egyesült Államokat támogatjuk, hanem a nemzetek Európáját. Ezt a De Gaulle-i gondolattal értünk egyet, hogy mindenki a saját nemzetében legyen otthon, legyen az úr, hát a Magyarország legyen a magyaroké, Európa legyen az európai embereké. Azt gondoljuk, hogy ehhez jogunk van. Minden egyes szabadságjog megillet bennünket legalább annyira, mint a migránsokat. Sőt, azt gondoljuk, hogy minket sokkal több illet meg, mivel mondjuk az őshonos nemzetek, az államalapító nemzetek tagjai vagyunk. Európát a mi nemzetünk, a mi nemzeteink alapították és tartják fel mai napig. Azt gondoljuk, hogy minek előbbbe kell lenni ezen a kontinensen, és ezt szeretnénk kifejezni május 18-án Brüsszelben a Place de Luxembourg téren, az Európai Parlament előtti téren. 2 és 5 óra között, 14 és 17 óra között egy európai nemzetközi demonstráció keretén belül, mert azt szeretnénk, hogy továbbra is Magyarország a magyaroké, és Európa az európaiaké legyen. Tiltakozunk Brüsszelnek a politikája ellen, amely el akarja törölni a kereszténységet Európába, és muzulmánokat akar ide telepíteni. Nem értek azzal egyet, hogy én, mint magyar állampolgár és európai állampolgár, csak személyigazolvánnyal vagy útlevéllel mehetek át a határon. Ennek ellenére több ezer migráns, vagy százezer migráns, megkerülve a határátlépőket, illegálisan vándorolnak be Európába. Mi magyarok évszázadok át mindig felvettük a harcot a kívülről ránk törő veszéllyel szemben. Mi voltunk Európa pénzdőbástyája, és ez most sem lesz másként. Kérem, hogy támogassatok minket ebben, minél többen gyertek a tüntetésünkre, illetve aki nem tud eljönni, az anyagilag támogassa a tüntetés megszervezését. Régi bajtársaim civil kezdeményezés során egy olyan tüntetést szerveznek az Európai Parlament épülete elé Brüsszelbe május 18-ára, ahová mindannyian el kell, hogy menjünk. Fontos tüntetés lesz, fontos demonstráció az európai parlamenti választások előtt. Meg kell mutatnunk, hogy vannak, akik még küzdenek Európáért. Magyarország a magyaroké, Európa pedig az európaiaké. Magyarország a magyaroké, Európa az európaiaké. Magyarország a magyaroké, Európa az európaiaké. Hiszen Magyarország a magyaroké, Európa az európaiaké. Mert Közép-Európa a közép-európaiaké,
Magyarország pedig a miénké, magyaroké. Freedom for Hungary, freedom for Europe.